16 intézmény több mint 1200 végzős diákja búcsúzott középiskolai diákéveitől közösen a Városháztéren. A ballagók nevében Borbély Levente, a 14. fehérvári versünnep győztese Szabó T. Anna Útravaló című versével köszöntötte diáktársait. Az ünnepségen a városvezető is megköszönte a fiataloknak és tanáraiknak az elmúlt évek munkáját, és bízik abban, hogy az egyetemi évek után minél többen visszatérnek majd Székesfehérvárra. Bízom benne, hogy a város, az iskolák, tanárok mindent meg tudtunk adni nekik ahhoz támogatásként, hogy azt az életpályát megtalálják, amit szeretni fognak csinálni, üzni a mindennapokba, és a saját boldogulásukat és boldogságukat is megtalálják emberi, szakmai és egzisztenciális értelemben, és hát persze abban is bízunk, hogy nagyon sokan eleve itt maradnak Székesfehérváron, vagy ha most el is mennek városunkból, akkor ide haza fognak térni a következő években, évtizedekben. A hagyományokhoz hűen idén is megrendezték a csalai majálist. Az ünnepen Cserpakovics András polgármester, majd Östör Anna Mária településrész önkormányzati képviselője köszöntötte a családokat. A majálison a játszótér megújulásának köszönhetően meg annyi hagyományos és különleges játék fogadta a gyermekeket, és természetesen nem maradhatott el a bábjáték sem, amelyben Varna Zsombor báb előadásában Vitéz László keresett menyecskét. Jó 10 éve rendeztük először a csalai majálist, és ez minden évben bevált. Ez minden évben nagy-nagy örömet okoz az itt lakóknak, és mostanában rengetegen költöztek ki kisgyerekekkel. Látszik, hogy mennyire más korosztályokban mindenki megtalálja a számára megfelelő elfoglaltságot, játékot, úgyhogy ennek nagyon örülök. Ki is helyeztünk meglepetésnek egy új játszóeszközt a gyerekeknek, úgyhogy minden adott egy szép, tartalmas nap eltöltésére csalán. Arcfestés, különféle bemutatók és kézműves foglalkozás is várta a Salétrom utcába látogató családokat. A Németh László általános iskola előtti tér 5 éve újult meg, akkor döntötték el, hogy közösségi térré szeretnék alakítani. Ezt a célt szolgálta a 4. alkalommal megrendezett piknik is. Családoknak, fiatalabbaknak, idősebbnek szórakozási lehetőséget kell adni, és így most már 4. alkalommal kerül megrendezésre a Salétrom utcai piknik, és elmondhatjuk azt, hogy igény van rá, hiszen mindig érezik, hogy idén is lesz családi piknik, természetesen idén is megrendezésre kerül, és nagyon remélem, hogy az elkövetkező években is meg tudjuk rendezni majd a Salétrom utcai pikniket. Majálist idéző hangulat várta a családokat május 1. szombatján a Fekete-hegy szárazréti kultúrudvarban. A napsütéses délutánon hagyományos finomságok, vattacukor és palacsinta, lángos és virslis várta a közönséget az ingyenes programok mellé. A szervezők aktív játékos elemekből állították össze a rendezvényt. Az udvaron mobil kalandpark és felfújható gokartpálya, lézerharc, emellett a kicsiket ugrálóvár, a nagyobbakat csúszdás légvár várta, míg a klubteremben pedig autós szimulátort próbálhattak ki az érdeklődők. 17 éven keresztül majálisnak hívtuk, és bővebb programmal, hisz sok esetben főzőverseny, családi események voltak. Most egy kicsit szűkebb, de a lényege, hogy van. Tehát van egy, ha pikniknek is hívják, van, jönnek ki a gyerekek, később majd a felnőttek is, gondolom, az esti programokra. Én úgy gondolom, hogy meg kell őrizni a hagyományokat. Nem csalódhattak azok, akik a köfélművelődési házat választották péntek esti kikapcsolódásul. Miller Zoltán 50, ami én vagyok címmel egy fantasztikus jubileumi élőzenei koncerttel várta a hallgatókat a köfélművelődési házban, 3 évtizedes pályafutásának emlékezetes pillanatait dalokba csomagolva, sőt, mi több, hozzátéve az első 50 év élményeit és emlékeit. Az országjáró koncertsorozaton, itt természetesen Fehérváron is itt volt társa és lelke jobbik fele Vágó Bernadett is, aki az ünnepeken is a köznapokon is részese Miller Zoltán életének. Nagyon-nagyon várjuk ezt az első találkozást, úgyhogy ez mindig egy csodálatos pillanat, ezt úgy meg se lehet fogalmazni, tehát igazából sajnos ezt tényleg azt tudja, aki ebbe benne van, hogy ilyenkor mi jár az embernek a fejében, a lelkében és mindenében. Természetesen ugyanígy vannak ezzel a nézők is, hiszen ők valamilyen elképzeléssel, valamilyen elvárással érkeznek, és aztán csak remélem, hogy ez a két dolog ez nagyon szépen szimbiózisban fog találkozni.
A szakkör néven kiállítás nyílt a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban pénteken. A tárlaton a Művelődési Ház bútorfestés és naturkozmetika tematikájú szakköreinek munkáit láthatják az érdeklődők. A kiállítást Futterer Juci szakkörvezető nyitotta meg, majd a sóstói dalkör előadását láthatták a vendégek, akik a megnyitó után különböző színű és illatú fürdőbombákat is készíthettek. A kiállítás május 31-éig tekinthető meg az intézmény nyitvatartási idejében, a belépés díjtalan. Futterer Juci a tárlat kapcsán elmondta, a foglalkozások a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával valósultak meg. Ezt a szakkört az A szakkör program keretében csináltuk végig, amit a Nemzeti Művelődési Intézet támogatott. Ez azt jelenti, hogy ők minden évben hirdetnek ilyen szakköri csomagokat, 5 fő részére ingyenesen biztosítják, és emellé oktató videókat is adnak nekünk, és akkor ezek mentén tudunk haladni, és egy-egy mesterségbe kicsit beletekinteni, ez 20 alkalom.